A Tokaji Utcazene Fesztivál idén is több száz embert mozgatott meg, nem csak a környékről, hanem az ország különböző pontjairól. 86 különböző zenei stílust játszó zenekar csillogtatta meg tehetségét a rendezvény során. A Tokaj Kincsei Egyesület szervezésében valósulhatott meg ez a háromnapos zenei esemény sorozat, ahol nem csak a zene kapott főszerepet. Egy kicsit látványban és belső tartalomban is apróbb változtatásokat hajtottunk végre. A szokásos esernyők kitétele mellett minden esernyőre azoknak a támogatóknak a nevét is kifüggesztettük, akik az Egyesületet támogatták a munkában. És egy kicsit a gasztronómiára is helyeztünk hangsúlyt. Ennek a fényében azt mondhatom, hogy pozitív tapasztalatokkal zártuk. Az időjárás is mellettünk volt. Sok látogató érkezett, és ugye 86 zenekar jött el az ország különböző tájairól. A szervezők nagy hangsúlyt fektettek a gasztronómiára is. Fontosnak tartották, hogy a zenei felhozatalhoz minőségi ételek is párosuljanak, így csatlakoztak a kezdeményezéshez helyi termelők és az éttermek is. Volt egy vállalásunk, hogy nem mindig csak a borról és a zenéről szól majd az utcazene fesztivál. Így arra törekedtünk, hogy főleg inkább a népzenei vonulatok mellé ingyen és bérmentve helyi termelők kijöhettek a saját termékeikkel, és a Tokaj főutcáján található éttermekkel is volt egy ilyen közös megegyezésünk, hogy érdekességeket, újdonságokat próbálnak az étkezőkre tenni ezen a hétvégén, és elég szép forgalmat is bonyolítottak le. Vannak visszajáró fellépők is, ilyen a Nadene együttes is. Úgy gondolják, hogy ez az esemény nem egy verseny, hanem egy olyan lehetőség, ahol a többi előadót is megismerhetik és együtt zenélhetnek. Hát ugye szenzációs Tokaja történelmével és a tokaji emberekkel, a borral. Én Egerből jöttem, tehát innentől kezdve nyilván a borhoz van valamilyen vonzódásom. Maga a fesztivál csodálatos, az emberek is, a barátságok, a zenészek közötti barátságok, és ez nem egy verseny, hanem ez egy nagy happening, a zene ünnepe. A Tokaj Utcazene Fesztivált idén negyedik alkalommal rendezték meg, az érdeklődők körében pedig nagy sikert aratott. Holna balassan ásolor a zene, fene se tudja már, hogy milyen helyeken jártam. Mindenki valaki,